Tényleg, mert a komposztálás az már félig kárt. Értitek, hogy mondom, tehát... Várjál, vegyom a mikrofonod. Na, most jó. Tehát a komposztálás már a félig kerthez tartozik, és hát ugye volt egy megkeresése Nórinak. Nóri kapott egy üzenetet. És így alakult ki a Völgyvárosi Kertek, de a részletes sztorit azt Nóri mondja el, mert ő levelezte le, ő beszélte meg. Gyerünk, Nóri! Full sztorit elmondom. Szóval azzal indult a dolog, hogy egy kedves tarjáni emberkétől, nevezetesen Nikitől kaptunk egy levelet Völgyváros oldalára, hogy ő úgy gondolja, hogy itt Tarjánban jó lenne egy ilyen közösségi kertet kialakítani, ugye nem tudom, mindenki tisztában itt ezekkel a fogalmakkal, hogy ez mit is jelent, de ugye alapvetően az a lényege, hogy egy darab föld, amin most éppen nincsen semmilyen építkezés vagy ilyesmi, ami ki vannak alakítva rajta egy csomó parcellák, ahol, amit utána kiosztanak a lelkes kertészeknek, és ők ezt a kis parcellát arra használják, vagy azzal azt művelnek rajta, amit csak szeretnének. És szóval neki megkeresett, hogy úgy gondolja, hogy Tarjánban is tök jó lenne egy ilyet csinálni, és egyébként nekünk is terveinkben volt ez, hogy majd egyszer, hogyha eljutunk ide, és akkor csinálunk egy ilyet, mert hát Pesten is rengeteg ilyen van, meg hát az országban már több helyen is. És ő rögtön fel is vetette, hogy ott Páfalván lehetne egy ilyen területen kialakítani ezt, ott a Dériné Hősök útja, Makarenko út közelében, vagy hát azok között, ott van egy ilyen nagy üres terület, ahova ezt nagyon jól lehetne megcsinálni. És hát ki is derítettük megint csak, hogy ez kihez tartozik. Kiderült, hogy egy székesfehérvári cég tulajdona már majdnem 20 éve, és ők oda terveztek, hogy majd valamiféle ilyen valamiféle ilyen fejlesztést csinálnak, de még nem jött össze nekik, ezért felkerestük őket, hogy akkor egyáltalán benne lennének-e, hogy ezt odaadják nekünk. És hát egyelőre még nem kaptunk teljesen pozitív választ, de az első megkeresésre abszolút pozitív hozzáállást már kaptunk, még ott meg kell beszélniük házon belül, és legkésőbb január elején kiderül, hogy ez a terület ez nekünk jó lesz-e, és engedik-e, hogy itt tényleg egy közösségi kertet létrehozhassunk, vagy pedig keresünk el egy másik területet, de alapvetően így a, nem tudom, a mozgalom, meg a szerveződés a projekt mögött már elindult. Igen, és azért szerintem, tehát a városi ember, most senkit nem akarok lenézni, de a városi ember, meg a kertesházas, meg a panelis ember, tehát mindenki máshogy tud azonosulni egy ilyen kérdéshez, szerintem máshogy áll hozzá. Én mondjuk, aki panelben lakik, én nagyon örülnék neki, hogyha lenne egy hely, ahova én lemegyek, és akkor ott kapirgálhatok. Én szeretem, személy szerint. Ti azért nagy részt kertesházban laktok. Nem tudom, hogy nektek, ha még lenne egy plusz parcella, mivel ez közösségi élmény is, az egy teher lenne, vagy szívesen mennétek a közösségi kertbe? Bárki? Valaki morog? Hát, szerintem egy fácskát én is szívesen elnövelgetnék a közösség érdekében, tehát a közösségi élet megélésének a céljából, viszont olyan nagy kertészkedésben szerintem már nem kezdenék a saját kertünkön kívül. Igen, a saját kert mellett ez tényleg egy fura dolog, de amúgy tényleg az embertömeg, úgymond a célközönség, akinek nincsen saját kertje a háza mögött. Egyébként én is ugye Pesten lakom ugye nagy részt az egyetem miatt, vagy hát ugye még vírus előtt, de nem is ez a lényeg. És én is tagja voltam egy ilyen közösségi kertnek, és egyébként nem is feltétlenül az a lényeg benne, hogy te ott most kertészkedsz, és kapálsz, meg nem tudom mi, mert alapvetően nincsen nagy terület, tehát egy ilyen 6-7 négyzetméterről beszélünk, ahol tényleg meg tudod termelni a nagyon menő paradicsomaidat, meg a még menőbb petrezselymeidet, amit utána bele tudsz rakni a levesbe. De hogy alapvetően nem, tényleg nem ez a lényege ennek az egésznek, hanem amit beszéltünk, ez a közösségépítés, hogy ezeket tényleg úgy kell elképzelni, hogy ott x időközönként, nem tudom, két hetente van, hogy hetente, főleg ilyen termékenyebb nyári időszakban, vannak ilyen
Tehát ilyen események igazából van, hogy előadást tartanak, hogy hogyan kell, nem tudom, milyen fajta borsót termelni, és ez milyen menő lesz, de leginkább azok a legjobb ilyen események, amikor az ember oda megy, és nem tudom, az A ember hozza a borsóit, a B ember hozza a paradicsomait, a C ember hozza a házi tojásait, mert neki van tyúkja otthon, és akkor egy ilyen rögtönzött vacsorát, meg nem tudom mit, azt ott egy ilyen tűz körül szépen összeadják az emberek, és elfogyasztják. Szóval, hogy ebben tényleg nem feltétlenül az a lényeg, hogy te ott most, nem tudom, izzadva kapálod a krumplit a nyár 40 fokos hőségben, mert azt is lehet, bár mondjuk 7 négyzetméteren nem túl sok krumpli terem, de hogy itt a közösség még mindig a lényeg. És mondjuk hova lehetne ilyen kertet? A város tehát jó, nekünk van egy kinézett, meg egy elindított folyamatunk, de azon kívül van-e nektek ötleteitek, hogy én mondjuk annak nagyon örülnék, hogyha ez a város szívében is létre tudna jönni, mert az mégis mondjuk jó, itt van egy nagy metropolis körülöttünk, és akkor a közepében ott van egy ilyen felparcellázott közösségi kert. Vannak ilyen helyek itt szerintetek a belvárosban, vagy azt mondják erre az emberek, hogy legyen inkább parkoló, mert nem tudok hol parkolni, nem hogy közösségi kert. Én mondjuk tudnék ajánlani, de hogy nektek van ilyen ajánlatotok. Gábor nagyon nem... Nem tudom, vannak ezek a tetőteraszok, és a tetőteraszokra nagyon-nagyon nehéz parkolni. Hogyha választani kell, hogy a tetőteraszok parkoló legyen, vagy éppen közösségi kert, akkor a közösségi kert az kicsit könnyebb. Igen, ez egyértelmű, de vagyis igazad van, nem tudok vitatkozni. Tehát azt mondod, hogy a sok lapos tetős házat használjuk ki? Hát sokan vannak, bár nem tudom, hogy mindegyiket ki lehet használni, hogy ki lehet használni, de vannak olyan viszintes felületek, mint ott a Pécskőnél ott volt egy ilyen nagyobb tetőterasz korábban, ami eleve is járható embereknek használható tetőterasz volt. És ebben esetleg lehetne valamit lépni, ha mindenképpen ide bent szeretné valami fajta viszonylag védett helyen lévő közösségi kertet csinálni. Hiszen, hogyha már ilyen sok munkával, ilyen lelkesen kapirgálják a krumplit azon a 7 négyzetméteren, akkor tök rossz lenne, hogyha a véletlenségből beleparkol egy teherautó, vagy hiszem, azt megeszik a vaddisznók, vagy egyéb ilyen dolgok történnek. Általában a tetőteraszokon a vaddisznók és a teherautók sem nagyon szoktak előfordulni. Én ezt egyébként el tudom úgy is képzelni, hogy az iskolákkal közösen, tehát hogy az iskolák kapnának ajándékparcellákat, és akkor az iskolákban is lenne ilyen kis gondozás, és egyébként az egyik helyszín, ami nekem itt ki lett nézve a belvárosban, az itt a ház mögött, tehát a számviteli főiskola Bolyai és az úszoda háromszögében, itt van egy nagy domboldal, ami most ilyen susnyás. Nem annyira meredek, szerintem simán ki lehetne alakítani olyan felparcellázott kis virágágyásokat, vagy ki mire használja. És tökre tudom képzelni, hogy itt azért ebbe a házba, ahol most jönk, itt van 200 lakás, a további belvárosi lakásokban is mondjuk a hosszabbakban 200, a rövidebbekben mondjuk 50 meg 100, tehát simán össze lehetne ezekből az emberekből mondjuk egy 20-30-at hozni, és nagyon sok a családos is. Igen, szerintem egyébként ilyen szempontból a célközönség az mindenképpen az ilyen kisgyerekes családok, meg a kisgyerekek, szerintem ők élvezik ezt leginkább, meg abból a szempontból pedig, hogy hova érdemes ilyet létrehozni, szerintem mindenképpen az ilyen tipikus panelházas részek mellé, nem tudom, Beszterce, Páfolva, itt a Pécskő út környéke, szóval... meg hát még rengeteg másik hely is ugye a városban, ahol több ilyen panelház van egymás mellett. Ott biztos, hogy lehetne, vagy jobban lenne érdeklődés egy ilyenre, de én azt se tartom egyébként elképzelhetetlennek, hogy valaki a Besztercéről nem megy a Pálfalvai közösségi kertbe, mert nincs olyan végtelenül messze. Szóval, hogy jó. Ha lenne itt a belvárosban egy közösségi kert, vagy akár Pálfa, én biztos, hogy kérnék egy parcellát nekem. Nekünk volt Somjúbányán egy kis ilyen családi víkendház, de az eladásra került, és nagyon hiányzik. És egyébként papámnak is hiányzik, most egy személyes történet, hogyha megengeditek, amikor eladtuk a kertesházat, azt a kis víkendházat, ilyen tipikus
abban a korszakban épült vikendház volt rajta, ők építették két kezel, és egy nagy kert, és papának is nagyon hiányzott a kertészkedés, és ha majd itt mentek egyszer nappal hátul, az itt a nyársalók körül ültetett összes bokor, fa, az mind papa érdeme, mert neki is hiányzott. És itt kicsit felturbózta a környéket azzal, hogy kiélte vágyát. Tehát szerintem van esély erre. Vagy én látok arra esélyt, hogy emberek ezt kihasználják. Ez a Modás Gimnázium, aminek van egy ilyen minimális kertje ott oda bent, amit nem nagyon látogatnak, és láthatóan teherhadalnak a karbantartása. Esetleg ezeket nem lehetne még felhasználni. Én is így gondoltam a számviteli környékére, mert ez is olyan, hogy teher a karbantartás, a teher az, hogy májusban kétszer-háromszor le kell vágni a füvet. Tehát szerintem ezeket a terhes területeket lehet. Lehet valami megoldást? Igen. Igen. Egyébként elindítottam egy szavazást a Facebook élőben, ahol az a kérdés, hogy ti részt vennétek-e egy közösségi kertben? Ez nagyon jó, hogy ezt megkérdezzük, vagy megkérdezted szerintem az emberektől, mert tényleg, hogy, ahogy mondtuk, hogy el fog indulni ez a projekt így januárban, és úgyis itt is ez az első lépés, hogy megnézzük, hogy mekkora az érdeklődésre ténylegesen. Egy ilyen völgyvárosi kertet szeretnénk, közösségi kertet szeretnénk létrehozni, aminek a neve Völgyvárosi Kertek, és az első az Pálfalván lenne. Ezzel kapcsolatban ugye már Nóri elmondta, hogy felkereste a helyszín tulajdonosokat, és pozitívan álltak hozzá. Most onnan akkor jött már reagálás, mármint olyan, hogy na, kezdhetitek, vagy még odáig nem jutottunk el. Ezeken kiesett, bocsánat. Nem, odáig még nem jutottunk el. Odáig jutottunk el, hogy beszéltem az egyik ilyen tulajdonossal, és elmondtam neki ezt a koncepciót, hogy egyáltalán mit szeretnénk csinálni. És egyébként abszolút értette, meg jónak is tartotta, főleg azért is, mert itt előbb is beszéltünk ezekről a költségekről, hogy ugye ez egy üres terület, és x időközönként le kell vágni a füvet, és neki az tök jó lenne egyébként, vagy hát ahogy így a beszélgetés alakult, azt vettem ki, hogy ő ennek azért is örülne, mert akkor nem kéne nekik vágni a füvet. Mert ugye ez is egy ilyen tipikus éves kiadási költségük, hogy nyáron vágják a füvet. Szóval, hogy január elején majd visszahívjuk egymást, vagy hát én visszahívom, vagy ő hívom, mint meg lesz az eredménye, és akkor kiderül, hogy indulhat-e ott konkrétan ez a Völgyvárosi Kert. És ennek van valami olyan része, mondjuk, hogy az eszközbeszerzés, az arra is van már megoldás? Mert te vagy most itt a fő kapcsolattartó, mint általában mindig, tehát hogy vagy ehhez majd külső segítségek kellenek mondjuk. Vagy ezt mindenki magának szerezze be? Nem is az eszköz a elsődleges egyébként, hanem az, hogy magát a terület, ez most tényleg egy üres terület, tehát hogy ezen semmi nincsen, csak leginkább fű. Ahhoz, hogy ebből ténylegesen legyen egy közösségi kert, az itt első lépés be kell keríteni, ki kell alakítani a parcellákat, ki kell alakítani egy vízvételi lehetőséget, egy ilyen közösségi teret, amiről előbb is beszéltünk, hogy ahol össze lehet gyűlni és körbeülni egy tűz... Mi ez? Tűzi... Tűzrakóhely? Tűzrakóhely, igen, de van erre egy jobb szó, ami nem jut eszembe. Na mindegy, szóval, hogy ilyen dolgokat ki kell alakítani, és utána az pedig megint másodlagos, hogy akkor ezeknek a lendőkertészeknek mi adunk úgymond központilag, aki kér kapát meg mindenféle eszközt, amit itt említette, vagy pedig ők ezt hozzák maguknak, ez majd eldől attól függően, hogy lesznek esetleg támogatóink is, vagy ilyesmi. Úgyhogy így előre itt tart a dolog, de mindenképpen szerintem január közepén már sokkal biztosabb információk lehetnek ezzel kapcsolatban. Egyelőre ez most még csak ilyen figyelmekkel. És hogy akkor hol lesz ez a közösségi kert, vagy ez egy park lenne? Ezt András kérdezte a Facebookon. Hát ugye most egyelőre ez az első hely, amit kinéztünk, ez Pálfalván van, lenne, ahogy ugye beszéltük ott az iskola mellett, és hogyha tényleg ez összejön. De a park része sem egy rossz dolog, mert egyébként sok helyen van úgy, hogy nem ilyen konkrét földművelésre használják, hanem például ilyen gyógynövényes kertet alakítanak ki, vagy tényleg csak ilyen madárbarát részeket is, mit tudom én, raknak ki madáretetőket, odúkat, éppen ami ebből szempontból
jó lehet. Szóval igazából ez sok szempontból a közösségre lesz majd szerintem bízva, hogy akkor hányan jelentkeznek, ők mit szeretnének, és akkor mi lesz végül kialakítva belőle. Ugye közben, ja most látom, van még egy üzenet, igen, nem tudjuk a keresztnevet a Facebookon köszönhetően, de azt írja, hogy sziasztok, nagyon jó ötletnek tartom a közösségi kerteket, szóval bár ezt mondhatni, hogy van egy jelentkező. Nagyon jó. És egyébként egy szavazást is elindítottunk, itt a Facebook Live-ban lehet szavazni, hogy valaki, hogy te részese lennél, vagy nem ennek a közösségi kertnek, bárhol is legyen az, és bármikor, és eddig a talán az, ami nagyobb részben az emberek szavaztak. Tehát nem tudják. Most kell tudni még a részleteket. Igen, nyilván, de szerinted miért vagy szerintetek miért keletkezhetett itt ez a talán? Szerintem nem merek nevet mondani. Te nagyon a nemre fókuszálsz. Szerintem sokak számára az dolog furcsa, hogy vajon a napi teendőjéken felül milyen okból mennének még egy másik dolgot elintézni, és hogyha így gondolkodunk róla, akkor ez igazából nem hiányzik senkinek. Hogyan kéne erről másképpen gondolkodni? Hogyan kéne ezt mozdulvá tenni? Hát szerintem ez mindenképpen azt lehetne mondani, hogy ez egy ilyen hétvégi program, nem? Tehát, hogy jó, most mit tudom én, nem is tudom, milyen forgalmasabb időszak volt nyár közepén, lehet, hogy többször érdemes lemenni a kertbe, de alapvetően, hogyha tényleg minden héten, hétvégén lemegyünk oda a kertecskénkbe, és mit tudom én, a szombat délelőttet ott töltjük közösen, akkor szerintem ez egy ilyen abszolút jó program, ahogy beszéltük ugye a gyerekeknek is, meg ugye a fiatal felnőtteknek, vagy akár az idősebb korosztálynak is, akik mit tudom én, fiatalabb korukban volt saját kertjük, vagy saját telkük, és akkor most kicsit visszahozzuk nekik ezt a hangulatot, hogy akkor megint csak van egy kis kert, és van saját petrezselymem. Mindig ezzel a petrezselyemmel jövök, de... Hát a petrezselyem volt ültetve Budapesten? Igen, leginkább az, mert én nagyon szeretem a petrezselyemet sajnos, vagy hát nem sajnos. És friss petrezselyem az egy nagyon-nagyon olyan dolog, ami így hazahúz mindig. Úgyhogy kellett egy ilyet is, vagy kellett, hogy legyen ilyenünk is. Petrezselyem földek ott pár nem lehet, meg azért a krumpli, meg a kex, meg minden ott mindegy. Igen. És Budapest melyik részén volt a... Hát ott a határútnál, de rengeteg, rengeteg közösségi kert van egyébként. Van egy ilyen szervezet, ez a, nem is jut eszembe a teljes nevük, de a kék.org néven egyébként elérhetőek. Ők gyűjtik egy ilyen felületen, meg hát listában, meg ugye az egészet ők fogják össze, hogy a bárhol az országban valakik közösségi kertet létrehoznak, akkor oda is lehet csatlakozni, és ők is ilyen szakmai támogatást is nyújtanak egyébként, tehát, hogy mit tudom én, ilyen mi az ültetési naptárat küldenek, meg ilyen leírást, hogy akkor hogy érdemes ültetni a répát, hogy mit tudom, homokot kell rakni, meg ilyesmit, tehát, hogy ilyen tippek, tanácsok, trükkök, stb. Szakmai anyagokat is folyamatosan tudnak szolgáltatni, szóval, hogy tényleg így összefogják az egészet. És ők azokat a kerteket, amiket ők indítottak el, ugye Pesten ez leginkább az olyan helyeken szokott lenni, ami ilyen lebontott épületek, és egy-két évig még nem húznak fel oda új házakat, akkor azt így egy-két évig üzemelnek ezek a kertek, és akkor utána meg építenek oda megint egy nagy házat. De ugye ez nálunk itt Tarjánban nem feltétlenül így lenne szerintem, hanem hogyha tényleg egy ilyen elindulás van, van közösség, van lelkesedés, akkor ez egy több éves dolog, de mondjuk Pesten tényleg ezért van az, hogy elég gyorsan meg tud változni az, hogy most egyik évben van kertünk, másik évben nincs kertünk. Végül is itt is lehet arra számítani, hogy ilyen történik, mert azért ez egy óriási terület, úgymond az egyik külkerületi központban. Igen, igen, ott abszolút kérdezte is egyébként a tulajdonos, hogy mi ezt milyen időintervallumra gondolnánk, hogy mit szólnánk ahhoz, hogyha tényleg azt mondják, hogy akkor következő évben ők ezt be akarják építeni, de szerintem ez abszolút benne van a dologban, tehát, hogy ha ők a tulajdonosok, nem mi, ők rendelkeznek a fel, hogy mikor akarnak oda végül építeni valamit, úgyhogy ez abszolút benne van a dologban, hogy lehet, hogy egy adott közösségi kárt, az csak egy-két évig fog tudni üzemelni.
Aztán lesz helyette másik, vagy mellette másik? Mellette biztos, hogy lesz. Tehát, hogyha egy ilyen elindul, és van tényleg rá érdeklődés, akkor szerintem mindenképpen célszerű utána következő helyeket kialakítani, és keresni a lehetőségeket, akár felajánlások alapján, vagy mi kitaláljuk, hogy na, az itt egy tök jó telek, és megint oda utána nézünk, és utána járunk, engedélyt kérünk, stb. Valamit akartam mondani, de elfelejtettem. Ezek közben a szavazás eredménye nem változott, még mindig a talán az, ami erősebb az embereknél. Ja, azt akartam kérdezni is, hogy akkor ilyenkor a petrezselymek is költöznek, a használók is költöznek, vagy ott akkor új embereknek mindig lehetőség erre? Hát ez általában úgy szokott lenni, hogy mindig meghirdetik, van egy ilyen jelentkezési form, ez majd úgy tervezzük, hogy nálunk is így lesz, ahol igazából jelentkezni kell a lehetséges parcellákra, amit majd ugye előre nem tudunk, hogy hány darabot kellene kialakítani, de nem mindegy, nem az a lényeg, szóval, hogy van egy ilyen kérdőív, amit az emberek kitölthetnek, jelentkeznek parcella tulajdonosnak, és akkor ők azon a kertben adott időszakra ők megkapják ezt. De hogyha felszámolásra kerül egy közösségi kert, akkor a következőt ugyanúgy meghirdetjük megint a világnak, és eldönthetik, hogy folytatják, vagy nem folytatják. De igazából időközben is kiszállhatnak, tehát hogy azért mindig van egy ilyen, hogy mit tudom én, egy közösségi kertbe 20-30 parcella ki van osztva, és akkor abból 2-3-nak nincs rá ideje, nem tudom, akkor akár így a listáról egy újabb embereknek ki lehet osztani. Szóval, hogy igazából nem mindig csak az elején van jelentkezés, hanem bármikor lehet, hogy kaphat valaki parcellákat. Csak, hogy itt a kiválasztási folyamat az így mi alapján történik? Tehát mondjuk motiváció, vagy hogy... Hát azon az oldalán még nem álltam, én még mindig csak a jelentkezési oldalán álltam, de talán azt mondanám, hogy az alapján is eldöntik, hogy vannak olyan kérdések a kérdőívben, amik erre irányulnak, például, hogy megkérdezik, hogy mennyi időd van rá, miért szeretnéd ezt csinálni, mi mögött a motivációd, és szerintem, hogyha tényleg nagyon sok a jelentkező és aránylag kevés a parcella, akkor biztos, hogy azokat fogják preferálni, akik ilyen szempontokra, az ilyen kérdésekre úgymond jobb választ adtak. És vírus idején mondjuk ez felvetíted a kérdés, hogy ez Covid idején mennyire működőképes. Azt lesz ilyen úrrend, hogy ki mikor mehet kapálni. Vagy választható időpontokban. Igen, ez is egy nagyon jó kérdés. Abból a szempontból, hogy tényleg a parcellák kiosztása, meg az, hogy elkezdődhessen ilyen magának a területnek az elfoglalása, úgymond, meg beültetése, azt szerintem vírusos időben is tud működni. Ami hiányozni fog, az a közösségi része a dolognak, mert nem, maximum online tartunk. A répa tréninket. Igen, mindenki otthon megfőzi a saját, nem tudom miért, a terményéből, és otthon megesszük videócset közben, de nem, szóval, hogy tényleg a közösségi része az ilyen esetben biztos, hogy hiányt fog szenvedni, de szerintem attól elindulhat maga az egész, annyira nem problémás. Minden esetre akkor várjuk januárban a fejleményeket, hogy hogyan alakul a völgyvárosi kerteknek a sorsa, és hol lesz az első völgyvárosi kert, mert még ugye hát az se 100%-ig biztos. Szerintem ez egy nagyon jó projekt lesz a következő évre, mivel tehát az eddig bezárt embereket, mondjuk idén be voltunk zárva, kicsit ki tudja mozgatni, és újra közösséget tud formálni, ami szerintem kell ilyen karanténos időszak után. Most ezt a témát kicsit félrelökjük, tényleg visszatérünk rá erre is, rádióban, rádión kívül.